Sziasztok! Rég jelentkeztem már horgász videóval, úgyhogy éppen itt volt az ideje. Itt vagyunk Oroszlón, a Tiszatavon a Csicsman kikötőbe. Itt majd be fogok pakolni a cuccaimat egy kisebb csónakba, amivel majd ki fogok menni a vízre, egy etetett horgászhelyre, ahol egy 10 méteres lakóhajó van full berendezéssel mindennel együtt, és 2 napot fogok eltölteni rajta. Remélem sok szép halat fogok majd tudni fogni, és élménydús videót fogok tudni nektek készíteni, úgyhogy irány! Nos. Meg is érkeztem a horgászhelyre, ezzel a alulocsóval jöttem ki a lakóhajóhoz a kikötőből. Ezzel fogok tudni majd napközben, vagy hát amikor akarok menni, vagy a kikötőbe, vagy pedig valahova elmenni horgászni, akkor ezzel fogok tudni majd közlekedni. Ugye ez a lakóhajó, ez fixen ide le van telepítve. Itt ez a küzdőtér. Elég nagy egyébként, ezt teljesen el lehet húzni, ezt a tetőt ide be tudod teljesen a végéig rakni. Kis asztal, itt van rostod, itt vannak a horgászcuccok. Elég jó, komfortos, be van rendezve egyébként minden, ami kell. Gáztűzhely, mosogató, itt egy kis konyharész, itt van egy férőhely, itt van még egy férőhely, infrapanel fűtésnek, tévé egyébként, itt a kormányállás, itt van egy ilyen darálós WC, itt az elektromos rendszer, itt ez egy elhúzhatós szúnyogháló egyébként. Ki tudok jönni, itt egy ilyen valami kis szigetecske van itt egyébként, ahova ez ki van kötve. Tetején a napelemrész, ugye fürdőlétre, minden van igazából, ami szemszájának ingere, ami csak kellhet. Úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve. Kipakolgatok lassan, ráérősen, kényelmesen, egyébként a bóját már leraktuk magammal szemben, nem tudom mennyire látszik körülbelül, tehát pont a csónakmotorral van egy vonalba, körülbelül egy olyan 40 méterre található a bója, már rá is etettem. Szigorúan szemes etetőanyaggal, saját hárítőzésű magmixel. Majd még este felé egy szórást megcsinálok. Egyébként nem vagyunk messze a civilizációtól, itt van a Sarudi Szabadstrand, nem olyan messze, pár száz méterre velünk szembe. Majd egyébként estére lehet, hogy ilyen fényváltásnál bemegyek oda Nácélbe, vagy pedig abba a Nád átjáróba, körülnézek, lehet, hogy dobok egy párat, vagy fogok kis halat, csali halat, és akkor megpróbálok sűrűzni. Na, akkor kipakolgatok, bedobálok, aztán majd még jelentkezek. Nos, elpakoltam, botokat felszereltem, bedobáltam őket. Bal oldali egy kicsit keményebb felszerelés, kicsit vastagabb damillal, egy grippa ólommal föltéve, rövid fonott előkével, egy 4-es méretű horogmal rajta, csalitüskével ellátva, azon egy szem kornap van föl szúrva, jobb oldali kis picker botra pedig egy etető kosaras szerelés van rakva, kisebb méretű horoggal, szintén csalitüskével van ellátva, erre pedig egy ilyen ananászos stékproduktos kis pop-upot, 8-10 mm-es pop-upot tettem föl. Az etetőanyagba azt hiszem, hogy ilyen kukoricás jellegű valamilyen, ez azt mondja, hogy mézes, tímár mézes, az van keverve, hozzárakva aromák, plusz pelletek vannak még hozzátéve, és körülbelül ennyi. Jaj, töltöttem már egy jó fröccsöt magamnak, egészségetekre. Úgyhogy igazából már csak a halaknak kellene jönnie, remélem fognak is jönni. Közben megéheztem, mert ma még azért nem ettem semmit, úgyhogy hoztam jó kis házi mangalica szalonnát. Na, közben csörög a telefonom. Szóval közben telefonom volt, de ott tartottam, hogy nekiálltam csinálni egy kis házi mangalica szalonnából egy kis reggelit. Majd házi fürtojást is hoztam. Sógornőmnek a fűrjei tojnak rendesen, úgyhogy ebből lesz majd tojásrántotta. Hoztam a kertemből paradicsomot is, úgyhogy majd ez lesz a reggelim, mert ma még nem ettem. Már csak a halaknak kéne enniük.
ebédre majd csinálok egy kis fasz a hagymásbabot, ami majd jó lesz szerintem vacsorára is. Hal még egyelőre nincsen. Pár kisebb kapásom volt a baloldali pikkeren, és igazából ennyi. Majd remélem, hogy azért majd később még valami azért csak lesz, legalábbis remélem, hogy nem hal nélkül, meg kapás nélkül fogok elmenni a kétnapos tiszatavi horgásztúráról, mert akkor azért hát nem mondom, hogy nagyon ideges lennék, de nem esne jól. Meglátjuk majd az etetett hely, a bebújjátott etetett hely majd meghozza a gyümölcsét az esti órákban. Illetve majd arra gondoltam, hogy csali halat fogok fogni, aztán azzal majd megpróbálok halszelettel este süllőzni. Lehet, hogy majd bemegyek csónakkal a rocsóval oda a nád környékére, vagy valahol a beljebb ott a nád labirintusba majd pergetni egyet, de hát ezt majd úgyis hozza magával az élet. Na, egyelőre ennyi. Sziasztok! Megvan az első halam, úgy néz ki. Nem tudom, mi lehet. A francot hínár. És rajta van a hal is. Jól van. Oké. Jól van. Kárász. Egy szép kárász. És nézzétek meg, mit vett föl. Nagyon komoly. Pici kárász. Jöjjön ilyenből még vagy. 20 darab minimum. Mindjárt mutatom, hogy mi az, amit felvett. Erre csábultál, gyerekek. Ezt vette fel az a pici kárász. Nagyon komoly. Megvan a következő halacska, remélem nem törpe. Szép kárász. Átváltottam igazából csali tüskés megoldásról csontira. Úgy gondoltam, hogy ha kárászok vannak az etetésen, akkor csontival eredményesebben fogok tudni rájuk horgászni. És úgy néz ki, hogy